A tánc és a táncosoké lesz a főszerep Székesfehérváron, a harmadik fehérvári tánc ünnepen. Április 29-én a Tánc Világnapján a Fehérvári táncszövetség szervezésében vonulnak fel a városban Székesfehérvár Tánc Egyesületei most a 36-38 táncklub működik Fehérváron, akik nem mind, természetesen nem mind a szövetség tagja, de mindegyik a Fehérvár tánc életének színes képviselője. Úgyhogy mi ennek nagyon örülünk, hogy, hogy hangot tudunk adni annak, hogy, hogy mindenki létezik, mindenki van, mindenkinek táncosai vannak, sokan vagyunk. A program szerint a gyülekező 17 órakor lesz az országalmánál, 17 óra 20 perckor indul a felvonulás, 17 óra 40 perckor érkeznek meg a táncosok a Merkur Hotel elé, ezután felolvassák a 2024-es táncvilágnapja nemzetközi lélek kiadott gondolatait. 17 óra 45 perckor pedig bemutatkozik Székesfehérvár 13 legaktívabb táncműhelye. Most ez egy belvárosi program lesz, ahol, ahol ahol táncbemutatók is lesznek, tehát a megszokottól eltérően nem megyünk ki a köfémbe, nem megyünk több helyszínre, hanem bent maradunk a városvezetés és az önkormányzat jó voltából a belvárosban egy színpaddal, és a Magyar Király előtt programokat szervezve táncbemutatókat fognak látni a kilátogatók, illetve hát a felvonulásra is nagy szeretettel várjuk már az összes olyan fehérvárit, aki, aki táncolni szeret, vagy akár csak nézni szereti a táncot. A táncegyesületek fellépési sorrendje a következő. Phoenix Rock and Roll-ese, Studio, Style Táncstúdió, Álomtánc Hajnival, Friend Dance, Free Spirit-ese, Gorzium Középiskola és Ami, For quality Alba Fitkidese, Icarus néptáncegyüttes, Együttes, Megadance Székesfehérvári Tánc Színház Egyesület, Laguna KTS-e, Barbarina Ballerina Ballet és végül, de nem utolsó sorban a Frenergy Fit.